Köszönjük, hogy jöhetünk a jelenlétedbe. Köszönjük, Istenünk, hogy elküldted az egyszülött fiadat, és megváltott bennünket. Köszönjük, Jézus, hogy te eljöttél, hogy meghaltál értünk, és ezáltal lehetőségünk van ennyire egyszerűen menni az Atyához, ahogy most is tesszük. Arra kérünk, hogy add, hogy most megnyugodjon a mi szívünk te nálad. Tölts fel az imádat és az hála, a téged keresés lelkületével. Hagy tudjunk a dicsőítésben veled találkozni, téged imádni, a nevedet felemelni. Add meg nekünk ezt, Jézus. Amen. Dicsőítsünk.
több erő, több szeretetet, többet tőled minden nap. Több erő, több szeretetet, többet tőled minden nap. És tudom ezért, hogy életem dicséljen, ha rám néznek, meglássanak téged. Ezért nézek rád fel, nekem már más nem kell, csak formáljon és töltsön be fényed. És tudom ezért létezem,
Thank you.
csillagok félét. Szerelmed néjebb, a mélyvizeknél a mennyél, magasabb mindent átjárt, túlél a csillagok fényén. Jézus végtelen. Jézus végtelen szerelmed. Thank you.
szerelme nem vagy el. Te szerelmed soha nem fogy el. Köszönjük, hogy te vagy a szeretet, kimeríthetetlen szeretet, és te ránk árasztod ezt a szeretetet. Köszönjük, hogy ismerhetünk, köszönjük, hogy vehetünk ebből a szeretetből, és köszönjük, hogy ezáltal élünk. Köszönjük neked, Istenünk. Köszönjük, Jézus. Amen. Nagy nehezen megtaláltam a mikrofonomat. Annyi minden van itt a színpadon, hogy hú, mindig ilyenkor elrakosgatom itt a kábeleket, hogy nehogy itt közben elessek benne, miközben itt szaladgálok. De most már megvan minden. Még egyszer szeretettel köszöntünk benneteket, azokat is, akik közben érkeztek a dicsőítés alatt. És mielőtt folytatjuk, hagy hirdessek egy pár dolgot. Az állandó hirdetésem, hogy mindig invitálok benneteket, hogy ha kicsit hamarabb tudtok jönni, gyertek, mert ott abban a hátsó kis teremben imádkozunk ezekért az alkalmakért, úgyhogy gyertek, hogyha tudtok picit, és csatlakozzatok, ha csak egy pár percre is. Van egy állandó e-mail címünk, ahol lehet kérdéseket feltenni, tehát azok is, akik most interneten keresztül vannak velünk, nagy szeretettel köszöntjük őket is, vagy később jut eszetekbe bármi kérdés, akkor a hétfő este ékezet nélkül a hetfoeste@golgota.hu e-mail címre tehetitek fel a kérdéseiteket, és én mindig megpróbálok válaszolni. Most pedig imádkozom, és utána folytatjuk az ige tanulmányozását. Köszönjük Istenünk, hogy olyan jó volt a dicsőítésben énekelni, hogy a te szerelmed soha nem fogy el. Köszönjük, hogy te egy olyan Isten vagy, aki úgy mutatkoztál be nekünk, hogy te vagy a szeretet. A te jellemvonásod legfőbb, legerősebb, legdominánsabb karaktere ez. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy annyira szeretsz bennünket, hogy utolértél bennünket a mi bűneinkben is, hogy kiszabadítottál bennünket. Köszönjük Jézus, amit elvégeztél a kereszten, ami által lehetséges, hogy egyáltalán beszélgessünk veled. Ami által tudjuk, hogy hova megyünk, és hogy kivel megyünk oda. Köszönjük a te szerelmedet, amely soha nem fogy el. És kérünk most téged, hogy gyere, legyél itt közöttünk, és add meg, hogy a te ígéreted beteljesüljön. Hogy a te igéd nem tér vissza dolga végezetlen. Hagy hangozzék a te igéd világosan és tisztán. Hagy adassék nekem szó, minden egyes szó a te szent lelked ihletéséből. És hadd jusson el célba mindannyiunk szívébe. És végezz el azt, amire te küldöd. Ezt kérjük Jézus nevében. Ámen. Pál apostol első korintusi levelét tanulmányozzuk, akik velünk vagytok egy ideje és jártok rendszeresen, azok tudjátok. Versről versre haladunk, és tanulmányozzuk ezt a levelet. Most a 7. fejezetben járunk, és a mai alkalommal
Az első korintusi levél 7. fejezetének a 25-től a 31-es verseit fogjuk megnézni. Egy picit mielőtt beleugranánk az igeversekbe, hadd emlékeztesselek mindig benneteket, máskor is szoktam, kicsit arra, hogy kiknek is íródott ez a levél, miért, és egyáltalán, hogy fel tudjuk venni a fonalat, hogy hol is tart az apostol, akkor, amikor ezeket a sorokat éppen írja, amiket most fogunk épp olvasni. Pál apostol volt az, aki alapította a korintusi gyülekezetet. Ő volt a gyülekezet alapítója, és ő volt a tanítója és a pásztora egy rövid ideig ennek a gyülekezetnek, aki Korintus városában, egy pogányváros, ami ugye arról volt hírhet, hogy igencsak a szexuális kicsapongás hírhetté tette, hiszen Afrodité templomának 1000 prostituáltja messziről hívogatta az utazókat ebbe a városba, tehát eléggé kétes hírű város volt. Egy ilyen erkölcsileg züllött, teljesen pogány városban megszületett egy kis keresztény gyülekezet, ahogy Pál apostol evangélium hirdetésére újjászülettek keresztények. Keresztényekké lettek az emberek, ahogy újjászülettek és formáltak egy kis közösséget. Ez volt ez az erősödő gyülekezet. Abban az időben még nem volt sok gyülekezet, azon a környéken, közel, távol se, de ott plántálódott ez a gyülekezet, és elkezdett erősödni. És ahogy Pál apostol tovább utazott a missziói útján, hiszen őt Isten hívta, és ő folyamatosan plántált gyülekezeteket, ahogy ment tovább, magára kellett hagyni ezt a gyülekezetet, de átadta, és más tanítók jöttek utána, a gyülekezet növekedett, erősödött, de idővel mindenféle zavar támadt, a keresztények között mindenféle kérdések jöttek, amikre nem tudták a választ. És igazából megkeresték az apostolt ezzel a kérdéseikkel, és Pál apostol válaszol nekik. Az első korintusi levél, egyébként nem az első levél, amit az apostol írt ennek a gyülekezetnek, a legelső az nem maradt fent. Isten úgy döntött, hogy azt nem foglalja a Bibliába, tehát nem ez az első levél, amit mi elsőnek nevezünk, de ez volt az, amit Isten úgy gondolt, hogy mindenképp a kánon része lesz, és a Bibliánk része lesz, amit az apostol írt 55 tavaszán, amikor éppen Efezusban tartózkodott, és Timóteussal, szolgálótársával együtt ott szolgáltak, és Timóteussal küldte el ezt a levelet, amiben megjöttek a válaszok. Megjöttek a válaszok azokra a kérdésekre, amit feltettek a korintusiak. És ha itt voltatok velünk az elmúlt alkalmakon is, akkor láttátok, hogy különösen itt a 7. fejezetben nagyon sok olyan kérdés van, ami elég gyakorlati kérdések. Az élet mindennapi kérdései, a házasság, az egyedülállóság, a családi viszonyok, a szexualitás, és ezzel kapcsolatos kérdéseket tettek fel a korintusi keresztények, és az apostol ezekre válaszolt szép sorjában, most már az elmúlt alkalmakon többször is foglalkoztunk ezzel a témával, és a mai alkalommal még mindig ezzel fogunk foglalkozni. Érdekes módon, ugye nagyon foglalkoztatta akkor őket a házasság és az egyedülállóság. Talán nincsenek egyedül, talán ma is vannak közöttünk sokan, akiket nagyon foglalkoztatnak ezek a kérdések. Úgyhogy talán nagyon hasznos és gyakorlati is lesz. Mielőtt felolvasom a verseket, arra szeretnélek kérni benneteket, hogy egy olyan hozzáállással nézzétek most ezeket az ige verseket, hogy ne a részleteket nézzétek, hanem próbáljátok megragadni, hogy mi az a gondolat, ami átível ezeken a verseket, ezeken a verseken. Mi az a közös, motiváló gondolat, amivel az apostol ezeket a sorokat írta, mert ez kulcsfontosságú lesz, és erről fogunk először beszélni. Tehát akkor felolvasom, első korintusi levél, 7. fejezet, 25-től 31-es versek. A hajadonokról ugyan nincs rendelkezésem az Úrtól, de tanácsot adok úgy, mint aki az Úr irgalma folytán hitelt érdemel. Azt tartom tehát jónak a küszöbön álló megpróbáltatások miatt, hogy jó az embernek úgy maradnia, amint van. Feleséghez vagy kötve, ne keresd válást.
feleség nélkül vagy, ne keres feleséget. De ha megnősülsz, nem vétkezel, és a férjhez megy a hajadon, nem vétkezik. Az ilyeneknek azonban gyötrelmük lesz a testben, én pedig szeretnélek ettől megkímélni titeket. Ezt pedig azért mondom, testvéreim, mert a hátralevő idő rövidre szabott. Ezután tehát azok is, akiknek van feleségük, úgy éljenek, mintha nem volna. És akik sírnak, mintha nem sírnának, akik pedig örülnek, mintha nem örülnének, akik vásárolnak valamit, mintha nem volna az az övék, és akik a világ javaival élnek, mintha nem élnének vele. Mert e világ ábrázata elmúlik. Talán kicsit furcsák is ezek a versek, és nehezen tudjuk őket befogadni elsőre. De ahogy mondtam először, ne a részleteket nézzük. Próbáljátok úgy nézni ezt, mint hogyha legközelebb, amikor űrhajóval közeledtek a föld felé, nem biztos, hogy ilyen sokatokkal fog ez előfordulni, de ha nem is fordul elő, képzeljétek magatokat ebben a helyzetben, hogy egy űrhajóval közeledtek a föld felé, akkor a földbolygóhoz, ahogy egyre inkább közelebb kerültök, először azt fogjátok meglátni a világűrből, hogy a szárazföld és az óceánnak a kontúrja, körvonala körülbelül hogy néz ki. És ahogy az űrhajó közeledik a földhöz, és egyre jobban közelebb ér, egyre több részletet fogtok meglátni. Meglátjátok a partvonalnak a részleteit, a kis szigeteket. Egyre jobban kirajzolódnak a szárazföld részletei is, és valahogy így, amikor már egész közel vagytok, és leszálláshoz készülődtek, akkor látjátok épp annak a környéknek mindenféle részletét. Miért mondom ezt el? Mert valahogy így szeretném nézni most ezeket az igéket, hogy most távolról közelítünk. Távolról közelítünk, és akkor rázoomolunk egy kicsit az ige versekre, és utána fogjuk megnézni versről versre részletesen, ahogy szoktuk. Úgyhogy nézzük hát távolról. Mit látunk távolról? Mi az a gondolat, ami végigvonul ezeken a verseken? Ha megfigyelitek, észre lehet venni, hogy igazából mintha az apostol nem is a konkrét kérdéssel foglalkozna, hanem valami mást szeretne mondani. Válaszol a konkrét kérdésekre, de vagy átvonul az összes igeversen valami szándék, valami motiváció, mintha a figyelmünket meg akarná ragadni, és egyetlen egy irányba irányítani. És merre? Úgy is kérdezhetném, kire. Merre és kire? Egyetlen egy irányba, ahova megyünk, ami vár ránk, a mennyre, és arra, aki ott vár minket, Krisztusra. Aki már nem csak ott van velünk, hanem már itt is velünk, bár itt még nem látjuk színről színre, úgy, ahogy ott fogjuk. Az apostol föl akarja kicsit emelni a tekintetünket, hogy mintha azt mondaná, fontosak a kérdéseitek, de ne vesszetek el a részletekben. Hadd mondjak el nektek valamit, amin keresztül meglátjátok a kérdéseitekre a helyes válaszokat. Nem azt mondja az apostol, hogy ezek a kérdések nem fontosak. Nem azt mondja, hogy ezekkel ne foglalkozzunk. Ezek fontos kérdések, és ő meg is válaszolja őket. De fontos, hogy megértsük ezt a gondolatot, hogy miért ilyen furcsán válaszol az apostol. Mert azért kicsit furcsa a válasza, különösen a korábbiakhoz képest. Kicsit furcsán válaszol ezekre a kérdésekre. És azért, mert akarja a figyelmünket egy pontra irányítani, egy irányba és egy személyre. Mert az életünkben, gondoljátok meg, lehet sok minden jó és érdekes és fontos. Házasság, család, gyerekek, munka, szolgálat, örömök, gazdagság, minden. De gondoljátok meg, ezeknek mind van egy közös jellemzője. Ezek ideig valók. Ezek ideig valók. Ezek egy rövid időre adatnak itt a földön, aztán elmúlnak. Ezek egyike sem örökké való. És az apostol
egy irányba szeretne mutatni. Arra, ami örökkévaló. És egyetlen egy személyre, arra, aki örökkévaló. Krisztusra. Az apostol azt mondja, hogy amiről beszéltek korintusiak, azok jó dolgok, azok Isten ajándékai, azok kincsek az életetekben. De szeretném a figyelmeteket felhívni arra, hogy ezek ideig való kincsek. És nekünk egyetlen egy örök, maradandó kincsünk van, az pedig Krisztus. Ez az a szemlélet, amivel ő írja ezeket a verseket. De persze ezeket a verseket és ezt a szemléletet csak az érti meg, akinek Krisztus kincs. Hadd kérdezzelek meg, neked Krisztus kincs? A te életedben ő mekkora kincs, ha egyáltalán kincs? Ha egyáltalán érték, ha egyáltalán fontos? Vajon mekkora? Mekkora vágy? Mekkora vágy benned, hogy őt jobban megismerd, hogy vele élj, hogy ő vele minél előbb találkozz színről színre, hogy vele átéld mindazt, amit ő szeretne neked adni. Mekkora ez a vágy? Olyan ez a vágy, mint a szomjazónak, aki a sivatagban már napok óta vándorol, és egy korty vizet sem ivott, és úgy szeretne egy pohár vizet inni. Vagy akkor ez a vágy, mint az éhezőnek, aki már napok óta nem evett, és úgy szeretne egy falat kenyeret enni. Mekkora ez a vágy? Vajon ilyen? Mérhető így, ami vágyunk Krisztus után? Mérhető úgy, mint a hajótöröttnek, aki ott vergődik az óceánban, egy ladikban, hónapok óta, és arra vár, hogy végre megtalálják, és megmentsék. Ekkora ez a vágy? Mérhető ez így? Augustinus azt mondta, hogy Jézus Krisztust nem értékeljük eléggé, ha mindenek fölé nem becsüljük. Valóban. Ő vagy minden nekünk, vagy azt kell mondanunk, hogy semmi. Vagy minden, vagy semmi. És azok az emberek, és Pál apostol itt olyanoknak ír, újjászületett keresztényeknek, akik felismerték, hogy a világ minden csillogása csak káprázat. Egy ideig való káprázat. És minden szenvedély csak egy csapda. Akik felismerték magukban, hogy nem tudják a saját életüket rendben megcsinálni. Úgy, ahogy ők szeretnék. És nem tudnak boldogok lenni. Akik felismerték azt, hogy el vannak veszve a bűneikben, mert felismerték a bűnt az életükben. Akik felismerték azt, hogy nem szentek és nem tiszták sem a gondolataik, sem a vágyaik, sem a szándékaik. Akik felismerték, hogy ezért Isten és közöttük egy olyan szakadék van, ami nem lehet átmenni. És azok, akik felismerték azt, hogy ezt a szakadékot csak Krisztus tudja áthidalni. És Krisztus ezért jött el, ezért halt meg a kereszten a bűneikért. És ezért vehetik fel az ő igazságát és szentségét, és ezért mehetnek Istenhez. Azok, csak azok fogják kincsnek tartani Krisztust mindenek fölött. Akik ezeket felismerték, akik ezeken végigmentek, akik lent voltak a bűneikben, és kiáltottak az Istenhez, és meghallgatta őket az Isten, és elfogadták a bűnbocsánatot, és elfordultak a bűneiktől, és odafordultak Krisztushoz, és befogadták, mint megváltót, és mint királyt, és mint úrt, és újjászülettek a Szentlélek erejéből. Csak ezek. Azok az emberek,
akiknek Krisztus mindenek fölött való kincs. Csak ezek azok az emberek, akik érteni fogják azokat az igeverseket, amiket most tanulmányozunk. Csak ezek azok az emberek. Tozer azt mondta azokról az emberekről, akik Krisztussal együtt keresztre vannak feszítve, azokról három dolog mindig elmondható. Csak is egyetlen irányba tartanak, sosem fordulhatnak vissza, és többé nincsenek saját terveik. Csak is egyetlen irányba mennek, nem fordulhatnak vissza, és nincsenek saját terveik. Vajon ebbe a kategóriába vagyunk mi? Csak azok értik meg ezeket a verseket, amikről most fogunk beszélni. Mert azok, akik értik, azok, akiknek Krisztus mindenek fölött való kincs, azok mindent ennek a tükrében vizsgálnak meg. És pontosan ezt teszi az apostol ezekben a versekben. Pontosan ezért annyira furcsa az ő válasza a kérdésekre. Úgyhogy nézzük meg, mit is mond hát mindezek tükrében. Mit mond a konkrét kérdésekre, amelyek jöttek a korintusi gyülekezetből, és kérdezték a házasság, az egyedülállósággal kapcsolatban. Mit mond az apostol? Menjünk hát akkor versről versre. Először olvasom az első korintusi levél 7. fejezet 25. versét. A hajadonokról ugyan nincs rendelkezésem az Úrtól, de tanácsot adok úgy, mint aki az Úr irgalma folytán hitelt érdemel. Az apostolt itt arról kérdezték, hogy a hajadonok vajon házasodjanak-e. Ez ugye furcsának tűnik nekünk, miért kell ilyet kérdezni, de talán majd mindjárt világossá válik. Ugye először azt kell tisztáznunk, hogy kik a hajadonok. Ugye ez sem árt tisztáznunk, hogy amit itt ugye a magyar fordítás hajadonoknak fordít, mit jelent az eredetiben, illetve ott mire használták a korintusi gyülekezetben. Nem annyira könnyű azért ezt meghatározni. Az írás magyarázók legalább három esetet látnak valószínűnek, elmondom mind a hármat. Az első az, hogy itt valószínűleg a korintusi gyülekezetben levő apák, akiknek hajadon lányuk volt, azok tették fel ezt a kérdést, hogy vajon a lányukat kiházasítsák-e, megházasodjanak-e. A másik lehetőség, amit más írás magyarázók felvetnek, hogy itt olyan akár férfiakról vagy nőkről van szó, akik úgymond lelki házasságban éltek, ugye, olyan értelemben, hogy nem volt szexuális kapcsolatuk, hogy ők éljenek-e házasságban. A harmadik lehetőség pedig, amit felvetettek az írásmagyarázók, pedig az, hogy itt olyan hajadon lányokról van szó, akik el voltak jegyezve, vagy erre készültek, de az úgynevezett lelki testvérek hatására kezdtek lemondani a házasság. Pontosan nem tudjuk, hogy melyik helyzet volt Korintusban, legvalószínűbb az első és a harmadik egyébként, tehát itt valószínűleg arról van szó, olyan hajadon lányokról van szó, akiknél az volt a kérdés, hogy megházasodjanak-e. Az apostol először azt mondja, és egy igen érdekes módon kezdi a válaszát, azt mondja, hogy erről nincs rendelkezésem az Úrtól. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Jézus közvetlenül erről nem mondott semmit. És valóban az evangéliumokban erről nem találunk semmit. Pál azonban azt mondja itt, hogy van véleménye úgy, mint az Úr irgalma folytán, aki hitelt érdemel. Mit jelent ez? Miért ilyen furcsán fogalmaz az apostol? Ugye fölmerül az a kérdés talán egyesekben, hogy hát Pál apostol szava akkor nem egyenértékű, mondjuk Jézus szavával, mondjuk akkor ez nem Isten szava, hogy ott van a Bibliában, ugye ez már, erről már múltkor is beszéltünk, mert volt egy hasonló kijelentése az apostolnak, és ott megbeszéltük azt, hogy nem erről van szó, hanem pusztán arról van szó, hogy Pál azt mondja, hogy közvetlenül Krisztus erről nem rendelkezett direkt módon, de ő, akit ugye Isten lelke vezet, elmondja erről a véleményét. Valószínűleg az apostol akkor, amikor ezt mondta a Szentlélek ihletésére, és írta ezt a levelet,
valószínűleg neki még fogalma sem volt róla, hogy a Szentlélek úgy fogja alakítani, hogy ezek a sorok évezredekre a Biblia részei lesznek. Számunkra ez Isten igéje, és minden kijelentett sor Isten szava, mert Isten így döntött ezekről a sorokról. Tehát az apostol itt mit mond? Azt mondja, hogy itt nem kapott közvetlen parancsot Krisztusról a kérdést illetően, de erről elmondja a véleményét. És nagyon érdekes, hogy itt nem egy parancsot mond. Nem azt mondja, hogy ezt így kell csinálni. Ez nem egy fekete-fehér kérdés, amit el lehet dönteni, hanem egy bölcs tanácsot ad. Nézzük meg, mit válaszol. A 26. versben látjuk a választ, 1 Korintus 7.26. Azt tartom tehát jónak a küszöbön álló megpróbáltatások miatt, hogy jó az embernek úgy maradnia, amint van. Amint van. Mit mond Pál? Azt, hogy a hajadon inkább maradjon hajadon, és ne házasodjon meg. Ez egy kicsit megdöbbentő számunkra, hogy ugye ezt mondja az apostol. Már csak azért is, mert a korábbi versekben nem egészen ezt mondta. Úgyhogy mindjárt ezt meg fogjuk nézni részletesen, hogy miért is mondja ezt Pál. De egyébként ott van a versben, nem kell messzire menni a megoldásért, a megpróbáltatások miatt. Milyen megpróbáltatásokról beszél itt Pál apostol? Valószínűleg akkor ott Korintusban volt egy olyan helyi helyzet, hogy az ottani megpróbáltatásokra utalhatott. Ez egy lehetséges magyarázat, de ugyanakkor az is lehet, hogy az utolsó idők megpróbáltatásaira utalt. Pontosan nem tudjuk, mind a kettő lehetséges magyarázat, de az biztos, hogy valamilyen keresztényeket érő megpróbáltatás és üldöztetés volt az, amire itt utalhatott az apostol. Miért jobb egyedülállónak lenni a megpróbáltatások idején? Ugye igazából ez itt a kérdés, a kérdésünk. Hogy miért mondja ezt az apostol? Hogy a megpróbáltatások idején jobb nem házasodni, hanem egyedülállónak maradni. Hadd mondjak egy példát. Gondolj bele abba, hogy te családos vagy. Mondjuk, ha férfi vagy, van egy feleséged, ha nő vagy, van egy férjed, vannak gyerekeid. És egy olyan korban élsz, és egy olyan helyen, ahol üldöztetés van. Egyébként ma is van ilyen, tehát ez nem csak a múltban 2000 évvel ezelőtt volt, 2017-ben is üldözik a keresztényeket, csak nem éppen ezen a területén a világnak, ahol mi itt élünk a Európában, hanem más helyeken. Tehát amit mondok, az nem egy elvi, abszurd példa, hanem egy olyan helyzet, ami 2000 éve a föld különböző helyein, különböző mértékben mindig is üldözték a keresztényeket. Tehát tegyük fel, hogy ha te egy ilyen üldözésben élsz a családoddal, és tegyük fel, hogy mondjuk a családodat mindenkit elfognak, és mondjuk azt mondják neked, ha nem tagadod meg Krisztust, akkor megerőszakoljuk a feleségedet, megöljük a gyerekeidet, vagy ha éppen ugye nő vagy, akkor megerőszakoljuk a férjedet, megöljük a gyerekeidet, de még előtte kicsit megkínozzuk őket. Lehet, hogy ilyen horrorisztikusnak tűnik, hogy én most ilyeneket mondok, de az az igazság, hogy ezek megtörtént dolgok. Ma is történnek ilyenek. Tehát ezek nem csak elméleti példák. És ugye, aki családos, neki ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzetet jelent. Mondtam egy abszurd, talán nem is annyira abszurd helyzetet, de ennél sokkal kisebb, tét a választásban is nehezebb. Tehát könnyű, igen könnyű elképzelni számunkra, hogy az üldöztetések idején mindenképp jobb egyedülállónak lenni. Hiszen a családosnak gondoskodnia kell a családjáról, a gyerekeiről, egy csomó minden olyan dolgot üldöztetés idején talán nem tud biztosítani, mint amit amúgy kellene. Tehát nem olyan nehéz azért ezt megértenünk, hogy miért mondja az apostol azt, hogy inkább ilyenkor, ilyen időben, ilyen környezetben, amikor megpróbáltatások vannak, akkor ne házasodj.
Egy fontos dolgot hagy mondjak el. Pál apostol itt nem azt mondja, hogy tilos házasodni. Nem tiltja a házasságot, mielőtt valaki ezt ugye félre érteni. Ugye még egyszer hagyd hangsúlyozzam, a múltkori alkalmakon részletesen elmondtam, aki nem volt itt, esetleg nézze meg a Golgota TV archívumából, az interneten újra ezeket a tanításokat, vagy keresse meg. Részletesen elmondtam, Istennek alapvető terve az emberrel a házasság, és nem az egyedülállóság. Az egyedülállóság a kivétel. Ugye? Ez az alapvető terv. És Pál apostol is ezzel kapcsolatban egy csomó dolgot írt a leveleiben. A házasságról. Például az Efezusi levélben rengeteget. Sőt, ő Pál apostol is valószínűleg házas volt. Nem akkor, amikor ezeket a sorokat írja, hanem korábban valószínűleg. Tehát ő tudja, milyen házasnak lenni. Tehát fontos, hogy lássuk, hogy Istennek alapvetően az a terve, hogy az emberek házasodjanak, és az egyedülállóság az, ami inkább kivétel. Itt azonban egy más megvilágításból beszél erről a kérdésről. Egy olyan megvilágításból és egy olyan helyzetből, amikor a keresztények üldöztetésekben, megpróbáltatásokban élnek. Egy ilyen helyzetben beszél erről a kérdésről. És ebben a helyzetben sem parancsol, hanem tanácsot ad. És azt mondja, ha ilyen a helyzet, akkor inkább ne házasodj meg a megpróbáltatások miatt. Amúgy is minden ember helyzete más, tehát nyilván nem is lehetne általános szabályt adni mindenkire, és Pál apostol nem akarja. De bölcs tanácsot szeretne adni, és pontosan ezt teszi. Ha egy kicsit tovább olvassuk, és ezt tesszük most, akkor még világosabbá válik Pálnak a szándéka. A 27-es és 28-as verseket olvasom. Feleséghez vagy kötve? Ne keress válást. Feleség nélkül vagy? Ne keress feleséget. De ha megnősülsz, nem vétkezel, és a férjhez megy a hajadon, nem vétkezik. Az ilyeneknek azonban gyötrelmük lesz a testben, én pedig szeretnélek ettől megkímélni titeket. Tehát ugye egyértelmű, hogy az apostol az, ugye azt mondja, hogy ha házas vagy, akkor maradj ebben az állapotban, akkor nehogy úgy értsd a szavaimat, hogy most el kell válni, mert én azt mondtam, hogy jobb a megpróbáltatások idején egyedülállónak lenni, akkor most nehogy el akarjál válni. Ugye nem ezt mondja az apostol, akkor maradj házas. Viszont ha nem vagy házas, és engem kérdezel, mondja az apostol, akkor én azt mondom, hogy egy megpróbáltatás idején bölcsebb dolog nem házasodni. Egyébként itt olvassuk a 28-as versben, hogy ha valaki nem fogadja meg a tanácsát, és mégis megházasodik, az nem bűn. Tehát ő maga is mondja, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy ez most egy általános parancs. Hanem sokkal inkább egy bölcs tanács. Mert a házasnak a megpróbáltatások idején mindig sokkal nehezebb. Sokkal nehezebb. Lehet, hogy most számunkra nehéz ezt megérteni, hogy miért foglalkozik ezzel a kérdéssel ilyen részletesen az apostol. De hadd mondjam el, itt valószínűleg egyikünk se tapasztalt meg megpróbáltatást, üldöztetést a hite miatt. És reméljük, hogy nem is fogunk talán. Tehát a világnak ezen a részén, ebben az időszakban, itt, ebben az országban, most szabadon lehet hirdetni az evangéliumot, és szabadon vallhatjuk azt, hogy Krisztus a megváltónk és az Úrunk. Ez nem volt mindig így, és nem lesz mindig így. Valószínűleg ebben az országban sem. Hiszen ez a világ változik. Ez egy kiváltságos helyzet. Ezért is használjuk ezt ki, hogy most még nem lőnek le minket, nem visznek börtönbe minket, nem üldöznek minket, azért, hogy elmondjuk, hogy Krisztus a megváltónk és az Urunk. Vannak helyek, most is a világon, ahol ezeket elmondani nem lehet. Talán azok, akik ilyen helyeken élnek és ilyen helyzetekben, azok sokkal mélyebben átérzik ezen verseknek a súlyát. Azok sokkal jobban átérzik, hogy ezek a versek Istennek milyen gondoskodását rejtik
azok számára, akik benne vannak üldöztetésekben vagy megpróbáltatásokban. Ezek után pedig az apostol még tovább magyaráz, és nagyon érdekes dologra irányítja a figyelmünket. A 29-es versnek csak az első felét olvasom most. Jó? Tehát 1 Korintus 7:29. Ezt pedig azért mondom, testvéreim, mert a hátralevő idő rövidre szabott. Mit jelent ez? Mi az a hátralevő idő? Sokan arra gondolnak, hogy így azt jelenti, hogy az utolsó időkben élünk, és hogy a Jézus bármikor visszajöhet. És valóban lehetne ez is a jelentése annak, amit itt olvasunk, bár szerintem nem ez a jelentés. De maradjunk egy pillanatra ennél a jelentésnél, mert azért erről is van egy kis gondolatom. Mert sokan ugye talán kinevetik Pál apostolt, meg kinevetik a Bibliát, ugye, hogy hát ez a Pál apostol már akkor várta Krisztust vissza, hogy bármikor visszajöhet, aztán tessék, eltelt 2000 év és semmi. Ugye? És sokan kinevetik. Kinevetik az apostolt ezért, és kinevetik azokat, akik így várták Krisztust. De mielőtt kinevetett Pál apostolt és Isten igéjét, hadd mondjak el valamit. Hadd olvassam fel neked Jézus szavait. Máté evangélium. 24. vers, 24. rész, 44-es vers. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Maga Jézus azt mondta nekünk, hogy bármikor visszajöhet. Bármikor. És ezt az első keresztények komolyan vették. Komolyan vette Pál apostol is. Tehát nem tudták, mikor jön vissza, mert ezt nem mondta, de bármikor visszajöhet. Ezt mondta. És így várták a keresztények akkor, azóta is, 2000 évvel ezelőtt, az elmúlt 2000 évben, ma is, és ha még 2000 évig nem jön vissza, akkor is. Miért? Mert Krisztus ezt mondta. Hogy így éljünk, hogy őt várjuk. És az apostol ezt komolyan vette. És az első keresztények ezt komolyan vették. És ma is a keresztények ezt komolyan veszik, akik megértik ezt. Tehát ez is lehetne az egyik jelentés, amire itt utal az apostol, de én azt gondolom, itt mégsem erről van szó. Hanem én azt gondolom, hogy itt egyszerűen az apostol arról beszél, hogy a mi életünk rövid. Hogy az az idő, amit itt töltünk, ezen a bolygón, ebben a földi testben, ebben a fizikai testben, amink most van, ez rövid. Nagyon rövid. Rövidebb, mint gondolnánk. Rövidebb, mint gondolnánk. Jó, lehet, hogy sokan most azt gondolják, hogy hát én fiatal vagyok, én még nagyon-nagyon sokat fogok élni, én még mindent megtehetek ebben az életben. De mi van akkor, ha mondjuk most hazafelé menet itt az alkalomról kimész az ajtón, és előz egy autó, és meghalsz? Vagy mi van akkor, ha egy perc múlva ránk szakad ez az épület? Akkor meddig élsz? Még egy percig. Tudom, nem, azért mondom ezt, hogy fenyegesselek benneteket, tehát ezeket a horrorisztikus gondolatokat ugye nem ezért találom ki, hanem inkább csak azért, hogy gondoljunk bele, hogy azért nem biztos, hogy minden úgy fog történni, amit elképzelünk. Hiszen nem ismerjük a jövőt. És sok minden történhet. És ha azt gondolod, hogy sok idő van még hátra az életedből, akkor be fogom bizonyítani, hogy tévedsz. Jó? És úgy fogom, hogy nem veszünk ilyen extra helyzeteket, hogy előtt az autó, meg ránk szakad az épület. Jó? Ezeket kizárjuk. Pedig előfordulhatnak. Tegyük fel, nagyon optimális helyzetet fogunk nézni, jó? Tegyük fel, hogy 20 éves vagy. Tegyük fel, hogy mondjuk 70 éves korodig élsz, mert mondjuk az az átlag életkor. Oké? Okay? Most csak mondtam valamit, nem tudom, mennyi az átlag életkor, de mindegy, mit mondunk. Körülbelül. Tehát van még 50 éved. És azt mondod, hát ez rengeteg, hát ez rengeteg. Akkor figyelj. Napi 8 órát alszol.
Ugye vannak, akik többet is alszanak, mint 8 órát, de tegyük fel, hogy te csak 8 órát alszol, hogyha ezt az időt levonjuk az életedből, akkor 33,3 éved marad. Oké? Okay? Napi 8 órát dolgozol. Vannak, akik többet dolgoznak napi 8 óránál, elárulom nektek, de tegyük fel, hogy csak 8 órával számolunk, akkor 16,6 éved marad hátra, hogyha ezt levonjuk ezt az időt. Tegyük fel, hogy mondjuk naponta csak 2 órát töltesz utazással. Elárulom, hogy vannak, akik sokkal többet utaznak. Marad 12,5 éved. Napi mondjuk 2 órát számoljunk az étkezések és az ahhoz kapcsolódó tevékenységekkel, marad még 8,3 éved. Napi 1 órát számolok csak átlagos háztartási, takarítási, házkörüli, stb. Gyereknevelési, stb. Munkával. Az utóbbiről már sejtem azt, hogy jelentős. 6,3 éved marad hátra. És mondjuk napi 2 órát számolok ilyen szórakozás, szabadidő, barátokkal töltött idő, közösség, szolgálat, mit tudom én, amit te csinálsz, 2 éved maradt az életedből, amiről szabadon rendelkezel. És arról nem is merek beszélni, hogy mi van akkor, ha nem vagy 20 éves. Ugye? És mi van akkor, ha hát nem biztos, hogy 70 éves korodig élsz? Azt már ne is számoljuk, mert a végén még mínuszba kerülünk. Ezzel a számolással én nem azt akartam mondani, hogy jobb, ha már most lehúzod a rolót, hanem inkább csak el akartam egy kicsit gondolkoztatni benneteket azt, hogy az életünk az rövid, mert tele van egy olyan csomó olyan dologgal, amit úgyis meg fogunk csinálni, mert aludni kell, enni kell, meg egy csomó dolog. És igazából az a rész, amiről úgy szabadon rendelkezünk, hogy mivel töltjük, hogy mire szánjuk oda, az nagyon, nagyon kevés. Az élet sokkal rövidebb annál, mint gondolnánk. Ezért nem mindegy, hogy mivel töltjük. Nem mindegy, hogy akár az a maradék, ami kijött, vagy akár a többi, amit ugye a számításainkban vannak, hogy azokat is hogyan töltjük. Egyáltalán nem mindegy. Mert rövid. A hátralevő idő rövidre szabott, mondja az apostol. Ezért másképp érdemes élned, mint ahogy talán éled. Hogyan? Nézzük meg, mit mond az apostol. Folytatás. 1 Korintus 7, 29-es vers, második felétől olvasom a 31-es versig. Ezután tehát azok is, akiknek van feleségük, úgy éljenek, mintha nem volna. És akik sírnak, mintha nem sírnának, akik pedig örülnek, mintha nem örülnének, akik vásárolnak valamit, mintha nem volna az az övék. És akik a világ javaival élnek, mintha nem élnének vele, mert e világ ábrázata elmúlik. Ugye az életünk az tele van egy csomó dologgal. Ugye az én számításomban is sok mindent belevettem. Úgy tűnik az apostol is itt mond néhány példát, amit bevesz az ő számításába. Miket mond? Házasság, szomorúság, olyan időszakok, amikor szomorúságot élünk át, öröm, olyan időszakok, amikor valami miatt örömöt élünk át, vásárlás, birtoklás. Tehát sok mindent említ, meg még említhetne is szerintem, de azt mondja, furcsa dolgokat mond erről, hogy úgy éljünk meg ezeket a dolgokat, hogy ne ezeket tekintsük abszolút értéknek. Mert ezek ideig valók. Rövid időre adattak. Fontos dolgok, Isten ajándékai ezek, hálával élhetünk velük, de ideig, rövid ideig adatott dolgok. Ezért, hogyha ezeket imádjuk, ha ezeket istenítjük, ha ezeket tekintjük az életünk értelmének, akár a házasságot, akár a gyerekeket, akár birtokolni valamit, akár megszerezni valamit, vagy mit tudom én, akkor céltévesztünk. Akkor így elmegy az életünk. Olyan dolgokkal, amikről azt gondoltuk, hogy a legfontosabb, és a legfontosabb kimaradt belőle. A kincs, az örökké való kincs, amiről az elején beszéltem.
Ezért az apostol azt mondja, hogy felelősséggel éljünk. Akik házasok, azok felelősséggel éljék a házasságot, tudván azt, hogy egy szellemi harcban élnek, és mi a szerepe a házasságnak. Erről tanított ugye az apostol. Én is, amikor az efezusi levelet tanítottam, akkor végignéztük, egy sorozatban volt egy házasság sorozat, hogy mi a házasság célja, értelme, mi a férj szerepe, a feleség szerepe, végig. Ezek fontos dolgok, de a helyén kell kezelni őket. Akik szomorú időszakon mennek át, azok nézzenek előre, mert örök öröm vár rájuk. Akik pedig világi örömöket élnek át, azok vegyék észre, hogy van ennél jobb. Mert ennek vége lesz. Akik vásárolnak, akik birtokolnak dolgokat, azok gondolják meg, hogy csak sáfárok, mert minden istené, és egy rövid időre kapták azokat a dolgokat, amiket birtokolnak. Tehát akármit is csinálunk az életünkben, felelősséggel tegyük ezt. Tudván, hogy vándorok vagyunk. Vándorok vagyunk ezen a földön, rövid ideig vagyunk vándorok. Tudom, valakinek úgy tűnik, hogy ez hosszú, pedig hidd el, hogy rövid. Rövid ideig vagyunk vándorok, itt ebben az életben, és akkor vagyunk bölcsek, ha nem azokban a dolgokban veszünk el, amit a vándorlásaink során kapunk, birtoklunk, amiket használunk, hanem abban veszünk el, aki megváltott minket, akivel végig megyünk ezeken a dolgokon, és aki a végén is ott vár bennünket színről színre. Az apostol föl akarja emelni a tekintetünket. Korintusiak, a kérdések jók, de ne vesszetek el ezekben, mert én másról akarok mégis beszélni. Mert ha Krisztus mindenek fölött való kincs, akkor ezeket a kérdéseket is helyesen fogjátok látni. Az élet rövid, rövidebb, mint gondolnánk. Mózes így imádkozott, a 90. Zsoltárban, ezt olvassuk a 12. versben, taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Ez legyen az imádságunk nekünk is. Ne feledd, az élet elrohan, és minden ebben a földi életben idéglenes, és csak egyetlen egy örökkévaló van, ha már a tiéd, Krisztus. Csak ő, ha már a tiéd. Ő a mi örök kincsünk, és ő vele tudunk végigmenni ezen a vándorúton, és ő vár az utunk végén is. Ő legyen az a kincs a házasságunkban is, hogy adjon bölcsességet, hogy felelősen osszuk be az időnket, a család idejét, mindent. Ő legyen az a kincs, akire nézünk a szomorúságban, a fájdalomban, a szenvedésben. Vele együtt éljük meg, és tudjuk, hogy ideig való az a szenvedés, az a betegség, az a fájdalom, mert lesz vége ennek, és kihoz innen Isten, és Krisztus átvisz ezen, és ő vele éljük meg az örömöket, amiket ad az életben, az élet kisebb és nagyobb örömeit is, tudván azt, hogy a legnagyobb öröm a legnagyobb kincs birtoklása, ami már a miénk, ha ő a miénk. És ha vásárolunk, ha birtoklunk dolgokat, akkor tudjuk meg, hogy mindezt egy rövid időre kaptuk, és legyünk bölcsek, hogy sáfárkodunk velük. Értitek, hogy mire akar az apostol megtanítani? Tanuljuk meg Krisztusra nézve, átélve mindent megélni úgy, hogy ő marad mindig a legdrágább kincs. Hogy mindig ő marad a legdrágább kincs. Ez a megvilágítás, amiről ma beszéltünk ezekben a versekben, egy kicsit talán szokatlan, mint amiről máskor, más helyen beszélt az apostol, amikor praktikusan alkalmazott egy kérdésre, egy választ konkrétan. De fontos
Különösen olyan kérdéseket, mint a házasság, az egyedülállóság. Megvizsgálnunk több szempontból. És pontosan ez történt ma. Pontosan ez történik ezekben az igékben. Hogy megvizsgálhatjuk ezt akár olyan szempontból is, hogy milyen helyen élünk, vagy akarunk élni. Tehát ha én már nem vagyok egyedülálló, de ha én egyedülálló lennék, és Isten elhívna engem mondjuk misszionáriusnak olyan helyre, ahol üldöztetés van, én biztos nem házasodnék meg. Biztos megfogadnám az apostol tanácsát. Mert nem akarnám sose kitenni a családomat annak a fájdalomnak, hogy akár milyen kínzás, szenvedés vagy halál, ami részese lehet ilyenkor az ember családjának, hogy átélje a család ezeket. Van bölcsesség ezekben a szavakban. És van bölcsesség abban, amikor arról beszél az apostol, hogy ami az életünkben vannak dolgok, azokat úgy éljük, hogy ugye ő úgy fogalmazott, mintha nem is lenne a miénk. Hogy akiknek van feleségük, mintha nem is lenne. Nagyon furcsa ez. Ő nem azt mondja, hogy ne érd meg igazán a házasságot. Erről az Efezusi levelet, ha elolvasod, akkor pontosan tudod, hogy az ellenkezőjét tartja az apostol. Hanem azt fejezi ki ezzel, hogy ne istenítsd, és ne imádd a házasságot, és a házastársad, vagy a gyerekeid, vagy azokat a dolgokat, amik az életben Isten neked ajándékul ad, amit tudsz birtokolni, vagy a szolgálatod, vagy a munkád, a hobbid, vagy bármid. Mert ezek lehet, hogy jó dolgok, és örülj nekik, és élj hálával ezekben. De tudd, hogy ideig való dolgok, hogy vándor vagy. És nehogy ezek a dolgok eltakarják a szemed elől az egyetlen egy igazi, örökkévaló kincset, Krisztust, akivel érdemes végigmenni ezen a rövid életen, ezen a vándorúton, úgyhogy mindig ő marad a kincs. És ha ez megteljesül, akkor lesz igazi a házasságod, akkor lesz igazi a bármi, amit csinálsz az életben. Mert ezzel a szemlélettel, ezzel a látással éled meg a dolgokat, és teszel dolgokat, és hozol döntéseket. Egy történettel szeretném befejezni. John Newton faragatlan, piszkos szájú, koszos tengerész volt. És erkölcstelen életet élt. Gyűlölte az életét, és az élet is gyűlölte őt. Egy rabszolgahajó kapitánya volt. Aztán egyszer valaki a kezében nyomta a Kempis Tamás Krisztus követése című művét, emellett pedig az ég olyan jó édesanyával áldotta meg, aki fiatalkorában beszélt neki a megváltóról. Aztán egy ponton megtért. Bejárta egész Angliát, és bizonyságot tett a hitéről. Már jó ideje benne járt a nyugdíjas éveiben, amikor már csak segítővel tudott felállni a pulpitusra vasárnaponként. Majdnem teljesen vak volt, és már csak suttogva beszélt. Ám semmi sem tarthatta vissza, utolsó leheletével is prédikált. Egyik vasárnapon tanítás közben ezt a mondatot ismételgette. Jézus Krisztus drága. Segítője a fülébe súgta, hiszen ezt már kétszer elmondtad. Newton odafordult a segítőjéhez, és hangosan ezt mondta neki. Igen, már kétszer elmondtam, és még egyszer elfogom. Az ősi szentélyben szinte megremegtek a kőfalak, ahogy a sokat élt nagy prédikátor kimondta a szavakat. Jézus Krisztus drága. Neked is? Imádkozz. Köszönjük Istenünk azt, hogy a te igéd világos, és leleplez, és
a mélyünkbe hatol és megvizsgál. Köszönjük azt, hogy megmutatja nekünk, hogy az a sok ajándék, amit adsz az életben, amik jók, azok között is a legnagyobb, te vagy. Nem az ajándék, hanem az ajándékozó. És a veled való kapcsolat, annak a megélése ezen a vándorúton a legnagyobb öröm. Uram, én azért imádkozom, hogy mindannyian, akik itt vagyunk most, azokat vizsgálj meg, azoknak beszélj, azokat tanítsd, taníts mindannyiunkat, hogy felismerjünk téged, ha még nem ismertünk volna fel, mindenek felett való drága kincsnek, megváltónak, úrnak, barátunknak, királyunknak, örökkévaló Istenünknek. Add meg nekünk ezt, Jézus, a te nevedben imádkozom. Amen. Isten áldjon titeket, jövő héten folytatjuk, gyertek, sziasztok!